Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés! Az elmúlt hetekben sok honfitársunk kérdezi tőlem, hogy milyen alapon tesz különbséget a Fidesz kormány védettségigazolással rendelkező magyar emberek és védettségigazolvánnyal nem rendelkező magyar emberek között. Milyen alapon és milyen jogon diszkriminálja gyakorlatilag a társadalom nagyobb részét, a társadalmunk több mint felét. Hát kérem szépen, a rövid válasz az, hogy van erre joga és lehetősége, hiszen az országgyűlés kétharmados felhatalmazásával bír a Fidesz kormány, hiszen a koronavírus járvány által okozott veszélyhelyzetre tekintettel, akár törvényeket is felülírva hozhat kormányrendeletet. Én mindenkit innen is, a tisztelt házból is arra kérek, hogy tanúsítson jogkövető magatartást, még akkor is, hogyha ezeknek a kormányrendeleteknek egy része teljes mértékben ellene megy a józan észnek, és nem igazán lehet megalapozottan a járványra tekintettel esetleg figyelembe venni. Nos, de hogy konkrét legyek, itt van a 214/2021-es kormányrendelet, mely szerint csak az a horgász jogosult éjszakai horgászatra, aki rendelkezik érvényes védettségi igazolvánnyal. És hogy mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogy éjfél előtt egy perccel még bárki horgászhat, de mihelyst éjfélt üt az óra, utána már veszélyes a horgászati tevékenység, és már csak az maradhat a tóparton, aki rendelkezik védettségi igazolással. Nos, hát aki ismeri a horgász társadalmat, és jelzem, hogy ez egy népes számú társadalom, több mint 700 ezer regisztrált horgász van az országban, és ezek közül több mint 400 ezer ember horgászik rendszeresen a Balaton partján is. Egyébként az ő érdekükben is szólalok most fel. Nos, tehát aki ismeri a horgászokat, az tudhatja, hogy ezek azért mennek horgászni ezek az emberek, hogy kikapcsolódjanak, egy kicsit a természet lágy ölén legyenek, élvezzék a csöndet, semmiképpen nem egy csoportos tevékenységet kell elképzelni, és hát nem is a másfél méteres, hanem inkább 5-10 méteres távolságot tartanak egymástól. Persze nem elsősorban a koronavírus veszélye miatt, hanem egész egyszerűen azért, mert nem mindenki tud egyenesen dobni, és egy félre sikerült dobás bizony okozhat bonyodalmakat és konfliktusokat is. Tehát én azt gondolom, hogy nincs meg a különösebb veszélye, sem napközben, sem éjfélt követően. De hát akkor miért is van ez így, és tényleg joggal kérdezik a horgászok, hogy ez az egész korlátozás miért van ez, miért diszkriminatív, és legfőképpen miért megy szembe a józan ésszel. Tehát az én kérdésem arra vonatkozik, hogy milyen indokokra alapozva hozták meg ezt a döntést. Én nagyon szeretnék erre a kérdésre választ kapni, de őszinte leszek, ha nem kapok választ, az sem zavar különösebben, amennyiben a kormányzat átgondolja ezt a szabályozást és visszavonja legalább az éjszakai horgászat korlátozásra vonatkozó passzust. Végezetül azt tudom mondani, hogy győzzön a józanész, görbüljön a bot, éjfél után is, és mindenki számára. Köszönöm a megtisztelő figyelmet!